A paksi vállalkozók is részesei lennének az új atomerőművi blokkok építésének, ezért hívták legutóbbi estjükre Nagy Sándort, az MVM Paks 2 atomerőmű fejlesztő ZRT vezérigazgatóját. Az összejövetelen a helyi iparosok hangsúlyozták, tisztában vannak azzal, hogy nem ők fogják felépíteni az új nukleáris létesítményt, de szaktudásukkal szeretnék elősegíteni a kivitelezést. Ulbert Sándor elnök elmondta, konzorciumban gondolkoznak, ezért adatbázisba gyűjtötték azokat a vállalkozásokat, akik részt vennének a különböző munkafolyamatokban. Ez akkor lesz igazán komoly, amikor az első lépést meg tudjuk mutatni egymás iránt, hogy mi tudunk együtt dolgozni. Ezt nem is biztos, hogy pont az erőműben kell nekünk az első lépéseket megtenni, lehet, hogy pont egy városi beruházása, nincs ez kizárva ebből. De ezt mindenféleképpen meg kell tenni, és hogyha az lemegy, úgy, mint ahogy egy vállalkozásnak közösen le kell menni, egymásnak megadjuk a tiszteletet és a módot abba, és nem azon jár senkinek a gondolata, hogy hogy tudom a másikat kicsikét átpaszírozni, akkor szerintem ez sikerülni fog. Az MVM Paks 2 atomerőmű fejlesztő ZRT-nél a szakemberek jelenleg a finanszírozási, a jogszabályi harmonizáció és a beszerzéssel kapcsolatos jogszabályok kialakítását végzik. Ez a három fő feladat megfelelő ütemben halad, de a telephely veszélyeztetettségével összefüggő vizsgálatok, a földtani kutatási program is hamarosan megkezdődhet. Nagy Sándor vezérigazgató hozzátette, a projekt a Paksi mellett a Kárpát-medence vállalkozásait is megmozgatja. Sokan emlékszünk még arra az időre, amikor az előző négy blokk épült, tehát ez egy hasonló méretű lesz. Természetesen már azon dolgozunk, és nem csak mi dolgozunk ezen, hanem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is, a Nemzeti Gazdasági Minisztérium. Tehát ezen dolgozunk, hogy azt a felkészítést, sok-sok szempontból értem a felkészítést, azt meg tudjuk adni a vállalkozóknak, ami alkalmas teszi őket, hogy ebben a munkában minél nagyobb szerepet tudjanak vállalni.